A nyári sikeres színházi előadások után következik az új évad a Vörösmarty Színházban. Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. A színház évadnyitó társulati ülésén Szikora János színházigazgató a nyári sikerekről számolt be, illetve a társulatot érintő változásokról. Erről lesz szó a ma esti mérlegben, tartsanak velünk! Új évad, új darabok a Vörösmarty Színházban. Évadnyitó társulati ülését tartotta a Vörösmarty Színház. Hétfőn este Szikora János színházigazgató köszöntötte a társulatot és a színház dolgozóit. Abban bízom, hogy ezután a nyár után egy csomó jókedvű, kipihent, napsugárral, energiával feltöltekezett ember neki fussunk ennek az évadnak, ami ígéreteinkkel ellentétben, mert azt ígértük, hogy csökkentjük a bemutató számot, hát ez nem így lett. Hiszen 14 bemutató lesz majd a 2018-as évadban. De nem akarok még ennyire előre futni, maradok még egy picit a nyárnál. Nyári színház. Amikor a nyári színház új helyszínét, a száraz rétet kitaláltuk, pontosabban engedtem a képviselő úr invitálásának, kimentem, megnéztem, és őszintén szólva én beleszerettem abba a helyszínbe. Szikora János a nyári színház sikeréről szólva kiemelte, hogy a szárazréti színpadon teltházzal futottak az előadások. De az is kiderült, hogy egyre többen nézik a koronázási szertartás játékot. Legyél király abban az országban, ahol születtél. Így történt, hogy Manuel görög csapatai elkísértek a magyar határig, ahol már vártak az engem pártoló urak. És az ő díszkíséretükkel 1172. április havának szikrázó tavaszi napján megérkeztem Fehérvárra. Ott volt mindenki a királyválasztó küldöttségből. A bárók, a püspökök, és ott várt rám a nagyboldogasszony bazilikában, a régi királyok sírja fölött minden. A korona, az ékszerek, a saru, a palást, a királyi trón. Csak egy valaki hiányzott. Az esztergomi érsek, aki a fejemre teszi a koronát. A tavalyihoz képest 12%-kal nőtt a nézőszám. 2016-ban 1250 fő nézte meg az első előadást, 2017-ben pedig 2100 fő. A második előadást 2016-ban 2070 ember nézte meg, 2017-ben pedig 2131 fő. Ha az ilyen hosszan, tehát 5 éven keresztül húzódó és egy bizonyos formával rendelkező színházi sorozat 5 éven belül is képes megújulni, akkor ez azt jelzi, hogy ezelőtt még, ezelőtt a koronázási ciklus előtt álló 5 évnek is van reménye arra, hogy egyre több embert vonzom be. Szikora János a nyári munkát értékelve örömét fejezte ki. Mint mondta, a nézők elégedettek voltak mind a nyári színházzal, mind pedig a koronázási szertartás játékkal egyaránt. Nagyon örültem annak, hogy a nyári színház új helyszíne, a szárazrét, az nem fullad be. Féltem egy kicsit attól, hogy vajon ezt a helyszínváltást hogy fogadják a nézők. Nem fognak-e félni attól, hogy hát kimegyünk szárazrétre, de hogyan jövünk haza. És egyáltalán lehet ott színházat csinálni. Összehasonlítottam a tavalyi adatokkal, és azt kellett látnom, hogy míg tavaly 96%-os volt a Pelikán színházban a néző a jegyek értékesítése, 2017-ben 100%-os volt. Ez azt jelenti, hogy csurig megtöltötték a nézők, de nem csak, hogy megtöltötték, hanem jól is érezték magukat. Tehát úgy gondolom, elsősorban a nézők visszajelzése alapján, hogy ez a helyszínváltás szerencsés volt, és találkozott a nézők tetszésével. A koronázási ünnepi játékok nézőszám növekedésére különösen büszke vagyok, hiszen 5 év munkáját látom beérni, amikor nem csak végig tekintek a zsúfolt nézőtérem,
hanem tisztában vagyok azzal, hogy milyen sokan keresték az utolsó napokban a jegyeket, és már nem kaptak. Tehát nagyon bízom abban, hogy ez a két előadásra redukált koronázási szertartásjáték elért egy olyan művészi színvonalat, elért egy olyan népszerűséget, és elért egy olyan már-már országos ismertséget, hogy a következő évben ezt a előadásszámot is növelhetjük majd. Szikora János elmondta azt is, hogy hétfőig 13.721 bérletet értékesítettek az új évadra. Ez eddig 6%-os emelkedést jelent a tavalyi évhez képest. Ez jelzi azt, hogy én 5 éven keresztül nagyon büszkén álltam a sajtó nyilvánossága előtt, és büszkén mutogattam a grafikonokat, amelyekkel én egyre magasabb kiszínezett osztopok voltak, amelyek jelezték, hogy és ennyivel több, és még több, és még több, és még több bérlet és nézőszámmal büszkékedhetünk. Az ülésen az igazgató Virág Csokorral köszöntötte Várkonyi Évát, a Vörös Marti Színház marketing és PR vezetőjét, aki 30 éve dolgozik a színházban. Nagyon jó érzés a Székesfehérvári Színházhoz tartozni, főleg úgy, hogy amennyi időt töltöttem, ez már egy színház történeti időszak is egyben, ami azért érdekes, mert ugye végigélhettem a társulat megalakulását, amikor 10 fővel még egy kis csapat kezdett épülgetni Péterfi Attila idején, és aztán szépen minden évben, minden évadban ez az építkezés volt, és most tényleg azt lehet mondani, hogy az egyik a színházak közül az egyik legerősebb társulattal rendelkező színháznak lehetek a háttér dolgozója, ami egy nagyon jó érzés. Tehát nem nagyon szokták a hűséget igazából, most manapság nem divat a hűség, én úgy gondolom. Én azért tudtam itt maradni, mert én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Tehát egy boldog ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretek. Mennyi minden változott, tényleg még amikor ide kerültél, akkor még nem volt rendes, igazi, állandó társulata a színháznak, és nyilván változtak a darabok, a művészek, a háttér kollégák. Mi az, ami mégis maradt, ami mindezt mégis egybe tartotta, és téged így tartott? Hát ez mi tartja egybe? Hát az alkotás öröme tartja egybe, azt gondolom. A színház az azért különleges hely, és persze civileknek mindig azt mondja, hogy milyen kis bohém társaság, milyen jó lehet itt dolgozni. Itt azért kőkemény munka folyik, tehát itt nagyon komolyan próbálnak a színészek délelőtt este, hiszen látjuk, hogy az ő munkaidejük egészen eltér egy civil életével. Tehát elég sok mindent feláldoznak azért, hogy szórakoztassák a közönséget, tehát ezért a pályáért nagyon sokat tesznek. Nekem azért nagyon inspiráló ez a közeg, mert mindig más. Hiába vagyok én egy helyen, tehát egy színházban, hiszen minden változott. Változtak az igazgatók, ahogy mondtam, 5. igazgatóval dolgozom együtt, és az gyakorlatilag majdnem annyit jelent, mint hogyha egy új színházba kerülnék, hiszen mások a koncepciók, az elképzelések, más csapattal kezd dolgozni, új emberek jönnek, tehát nagyon izgalmas hely, ezért szeretem nagyon. 2017-2018-ban az új darabok közül a Pál utcai fiúk Dés Geszti Grecsóféle zenés játékot, Fődónak a nyáron is bemutatotta a Hülyéje című bohózatát, egy Brecht címművet, a Karácsonyi énekből készült Istenpénze című musicalt, a Szabó Magda regényből írt régi módi történetet, valamint egy ősbemutatós mágikus történetet láthatunk a nagy színpadon, és több újdonsággal készül a Kozák András stúdió és a Pelikán Kamara Színház is. A repertoárban természetesen a tavalyi előadások sikeres darabjai közül is több szerepel, mint például a Figaro házassága vagy az 56 csepp vér. A színházigazgató a társulat változásairól is beszámolt. Megtudtuk, hogy az idei évadban a színház csapatát erősíti Kerekes Áron rendezőasszisztens és Pálya Pompónia színésznő is. A társulat kismértékben változott, hiszen egy ember ment el, és egy ember jött, Töröcsik Franciskától váltunk meg. Ő Berlinben folytatja filmművészeti tanulmányait, hiszen ő filmszínésznő szeretne lenni elsősorban, amit mi egyébként nagyon sajnálunk, de hát ez ő döntése, tiszteletben kell tartani. És Pálya Pompónia, akit egyébként már jól ismerhet a fehérvári közönség, hiszen több darabunkban, többek között például a nagysikerű Szutyokban szerepelt.
vált a társulat rendes tagjává. Ez egy minimális változás, tehát hogy egy évad végén elmegy egy-két színész és jön egy-kettő, az teljesen természetes. Azt gondolom, hogy a fluktuáció, az igazából a fluktuációnak ez az alacsony száma azt mutatja, hogy ez egy stabil és erős társulat. A bemutatókról egy kicsit 14 lesz, hogyha jól tudom. Igen, 14-et számoltam itt éppen össze, de csak azért, mert ellenőriztem magamat, mert az évad végén még azt ígértem a társulatnak, hogy csökkenteni fogjuk az előadásszámot. Hát addig csökkentettük, hogy a 11 helyett 14-et tartunk. Persze ebből azért vannak vendégelőadások is, hagyd tegyem hozzá, tehát nem minden, ami saját produkciónk, de van benne például koprodukció a Veszprémi Petőfi Színházzal, az Isten pénze című zenés musicalt csináljuk majd meg közösen, és van benne nagy örömömre olyan produkció is, amit a saját művészeink hoznak létre, és ez elsősorban a gyerekekre vonatkozik. Kozári Ferenc Erdőmuzsika című produkcióját említhetném, ami kifejezetten egy beavató jellegű kisgyerekeknek szánt produkció lesz, és aztán a Kricsár Kamil Mese a Látóhegyről című produkció, aminek nem csak írója, rendezője és játszója Kricsár Kamil, hanem például az egyik színészünk, Kerkai Rita, aki maga a látványvilágért is felelős, hiszen Ritáról, akik fehérváriak, jól tudják, hogy nem csak kiváló színésznő, hanem nagyszerű festő is. És egy picit az épület állapotáról is, felújítás kezdődik itt. Mi az, ami megvalósulhat ebben az esztendőben, és ami folytatódik a következő hárommal, hogyha jól értettem? Nagyon hosszú a lista, nem mutatnám a nézőket ennek a felsorolásával. Ráadásul a lista olyan hosszú, és ráadásul olyan drága a végösszeg, hogy ezt egyszerre ki sem lehet fizetni. Tehát éppen ezért 3 évre elosztva valósul majd meg az a fajta technikai rekonstrukció, ami most már nem odázható tovább. Ugyan a nézők erről keveset tudnak, hiszen ők nem járnak a pincében, és nem járnak a padláson, de azt azért megérzik, ha mondjuk nagyon meleg van a nézőtéren, vagy nem működik a szellőzés, vagy uram, bocsá, leszakad alattuk a szék, mert ilyen is előfordul. Ez mind-mind azt jelzi, hogy ez az épület elmúlt 10 éves, és a technikai felújítás nem kellő színvonalon végzett hát következményei napról napra jelentkeznek meglepetésszerűen. A 120 millió forintos költséggel járó 3 éves felújítás tervei között szerepel fűtéskorszerűsítés, hangrendszerek cseréje és lift felújítás is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk az esti mérleg után is, hiszen érdemes. Jó tévézést, viszontlátásra!